Már sötétedik. Este 8 óra. Szerintem, ha hozzáadtál, akkor így is. Ott volt az, ja. Elkaptam a útközben. Igen, ahogy süllyedt lefele. Pont ezt akartam megvárni, hogy beálljon az úszó, mondom, akkor elindítom a kamerát erre. Éppen, hogy csak beért a hal a vízbe, már vitt el. Mikor pasz nem fogtam elrontani? Ott van. Szinte, mintha itt az gajnál, ahogy engedted le itt a nagy gaj, onnan kezdte volna már elvinni. Ez nem szűnő. Ez törpe szerintem. Szűnő nem engedi vissza. Az, ha megfogja, nem engedi már el. Aha. Lehet le is szedte. Na, süllőzve. Franz tudja, jó szétszibálta. Nem, elfordult a hal. Ja?
még valami kis jó utat volt. Ifjú padavan. Persze, nem fogja, nem engedi el. De jó volt látni a kapasznak. Én így szoktam, beállok és akkor így szépen berakozgatom. Végig lehet próbálgatni a fákat. Megérzed, amikor ereszted lefele, aha, hogy koppani, akkor az azt jelenti, hogy fa van alattad. Aha. Igen, és akkor ott nem szabad hirtelen cibászolni, mert ugye rögtön belehúzod a gajba. Mint ha már vinné oldalra, mert csak pont ott van egy gaj. Komoly rablások vannak. Ez izé, de biztos, hogy mondjuk. Ekkora, ha a szeretet nem bír megfogni. Ez beszippantja rögtön, nem? Persze. Vagy csak kis hüllő még tényleg. Hát az is ráfog. Persze, hogy mi fog minden. Töltve van, igen. Azt mondod, feljön érte víz közé? Itt nem tudom, hogy most lehet a víz, szerintem olyan 3 és feles 3. 4 méteres a víz. 4 méteres. Aha, itt a stég előtt. A hal szeretet megérzi. Mert még én nem láttam volna, hogy kívülői visszaengedte volna. Hát ott ekkor az eszték. Hát elviszi. Hú, de fújna az ének? Ott is. Hát ő... Na, hát lesz belőle valami. Gyorsan szedd ki ezt a 3,5-4 kilós süllőt innen, aztán haladjunk. Akkor átadni mindenki. Hát megfogni jó az. Attól, hogy nem viszed el. Ennyi. Élménynek jó. Nagyon kis jó. Hopp. Az megvan. Mondtam. Mondtam neked. Kurva száját neki.